Na, sziasztok, én Alex vagyok, és a mai nap, hát igen, van ilyen is, létezik még, a Silver Club. Öhm, hát a mai nap fog megnyitni a régebbi változata, egy kicsit átalakítva. És igazából ebben a videóban nem is a feltétlen szervert szeretném bemutatni, hiszen a legtöbb ember az ismeri, hanem hogy hogyan lehet kezdőként sok pénzhez hozzájutni, amikor feljöttök a szerverre, és igazából hát el tudjátok ugye kezdeni, Szóval első sorban, ami visszajött egyébként, az a cséggóláda rendszer. Ugye ez nálunk volt Magyarországon elsőnek, még hát azt hiszem 2015-ben, tehát nagyon régen, majdnem 10 éve. És igazából itt annyi a lényeg, hogy itt vesztek egy kulcsot, és nyitogatjátok. Konkrétan ez a lényege, szerencsém múlik, amivel nagyon sok pénzt lehet szerezni, ugye itt a pinktől, tehát itt innen felfele az, ami igazából Öm. Az, az igazából, amit el kell, hogy érjetek, a lila, ha jól emlékszem, az még nem hozza vissza az árát. Igen, tehát a lila az még nem hozza vissza, tehát a pink hozza vissza egy darab kulcsnak az árát. Továbbá itt a lakatosnál egyébként tudtok vásárolni kulcsokat ö, pontokért tehát ez fontos, hogy pontokért tudtok kulcsokat vásárolni, és kulcscseredékeket tudtak beváltani itt, amiket a ládákban, meg egyéb helyeken tudtok szerezni. Itt van az összes láda, majd ezt fent meg ö, feljöttök és megnézitek, tehát ezt igazán nem szeretném most olyan bemutatni, mert ö, nincs semmi extra benne, tehát bennem vannak a tárgyak, és ki kell őket nyitni. De ami fontos, az a x Texas láda, talán a Faumium láda, és a sima Texas láda tehát ö, ezek inkább az, ami, ami, fontosabb minden. Spawnereket mindegyikből tudtok nyitni, ö, 100 darabot mindegyikből. Tehát ö, igen. Amit itt a spawnom megtaláltok, itt a világok menü. Ezt mindjárt megmutatom, mert ez nagyon sok minden ö, kapcsolódik ehhez. Én nem tudom most pontosan úgy megmutatni, hogy ti fogjátok látni, mikor feljöttök, de az a lényeg, hogy ezeket a világokat el kell érni ö, lelkekért, tehát azt meg mindjárt elmondom, hogy hogy lehet szerezni, de itt van az NPC, hozzá ugye? Jó kis Csubi bátyja, már szerintem ő is 15 óta itt van. Azt mondom, igen, tehát ő is régóta itt van. Aztán igazából itt van a Kalandor. A Kalandornál ö, vannak ilyen ö, aktuális ö, küldetések, most például itt van, a nyár, nyári végére küldetések, hát ő azóta nem volt nagyon új. Hát, most ez volt, a, ez volt van a legújabb. hát ha kommentbe szeretnétek ilyet, akkor jelezzétek. És itt vannak a napi küldetések. Na ezzel lehet nagyon sok kulcsokat szerezni. Mondjuk itt még nem értem át, hogy 5% eladás szorozom meg generátor de azt majd átírom. De igen, tehát itt tudjátok, itt tudtok küldiket csinálni, és akkor ezeket fogjátok kapni. Ugye az nem titok, hogy Skyblock szigetet kell csinálni, tehát Skyblock sziget, ja már azt mondtam. Skyblock szigetet ugye úgy tudtok csinálni, hogy is create, és akkor ott rányomtok, és akkor kaptok egy blokkot, és akkor ebbe, ez azért jó, mert igazából, hogyha itt bányáztok, akkor folyamatosan kaptok mindenféle blokkot, meg mobokat is, tehát nem kell itt szenvedni. Skyblock szigetre igazából annyit tudnék elmondani, hogy vannak itt ugye a fejlesztések, ezeket fejleszteni kell, ki kell maxolni minél előbb, és ami még kapcsolódik talán hozzá az, hogy vannak ugye pv tehát még PV1, PV2, stb. stb. Ide el tudjátok kapni a cuccokat, hogyha nem szeretnétek ládákat használni, persze ez rankhoz kötött. Na, ö, ugye ígértem, a, ugye hogy bemutatom a jó kis világokat, úgyhogy meg is mutatom. Igazából, hát bemutatom az összeset, de de így az első a legfontosabb, tehát itt meg tudjátok nézni, jelenleg csak az elsőnél, de majd tervezem a többinél is megcsinálni, hogy melyik mob mit dob, és milyen ércek vannak, ugye, és melyik munkához kapcsolódik egyébként az adott blokk, mert össze van kötve a munkák itt a világokkal, mindjárt elmagyarázom, hogy pontosan hogy, tehát ide megjöttök, és akkor itt vannak a mobok, meg itt vannak a blokkok, amiket ugye ott a menüben láttok, tehát ezeket tudjátok kiütni, más nem tudtok kiütni. Ami még a világokhoz Kötődik egyébként, és még nem volt róla szó, az a BP, tehát a Betölpesznek a rendszere. Pass-t úgy tudjátok növelni, hogy játszotok. Tehát ennyi, nincsenek küldetések itt. Tehát az a baj, hogy már annyira megunták a játékosok a küldetéseket, hogy folyamatosan ugyanaz kell csinálni, hogy inkább így csináltam meg, hogy akkor csak játszani kell, és akkor folyamatosan szerzik ugye a pontokat. És, és, akkor itt kapjátok ugye a, a cuccokat, itt se írtam még át a pénzszorzót, nem baj, de itt kapjátok folyamatosan a cuccokat, csak játszani kell, tehát konkrétan ennyi a lényeg, bányászni kell az érceket, ölni kell a mobokat, mindenért kaptok pontot. Na és akkor most már a munkákat, azt úgy tudjátok megnézni a job join, egyébként mikor feljöttök, hogy mindenki automatikusan csatlakozik minden négy munkához, tehát ezzel nem is kell foglalkozni, meg aggódni, hogy most jaj, most nem, nem csatlakoztam a munkához, tehát automatikusan mindenki becsatlakozik. És hát igen itt van az összes munka, nagyjából úgy vannak megcsinálva, hogy mindegyik ugyanannyit keres, tehát nincs olyan, hogy most melyik a legjobb munka, világhoz talán változik világonként, hogy most melyik munka jobb, keres jobban, de a leg, leges legutolsó világban például mondjuk a farmer az, az felhozza magát, mert a farmer munkához például csak az első és az utolsó világba tudtok dolgozni, tehát a, köz, a, között nem tudtok dolgozni. A bánya, bányász munka ugye az mindegyik világban van, és a vadász is, tehát ez a kettő az, ami mindegyik világban van. A favágó csak jelenleg egyetlen egy világban van, ha jól emlékszem a negyedikbe. Hát gyorsan igazából megmutattam a többi világot is, nem, nem rejtegetem. Tehát itt van a második. Ez egy ilyen kis zombi sziget, Itt van a harmadik, ez meg inkább a Csontvász sziget. ez az endvilág, ez ö, igazából a legnagyobb az összes közül, tehát itt endermenek vannak és hát ö, itt már jól, jól meg lehet szedni ö, bányász munkával magadat, meg hát favágó munkával, tehát itt már nagyon jól lehet keresni. És mint mondtam, tehát az elején is mondtam, hogy lelkeket kell gyűjtegetni. Lelkeket úgy tudtok szedni egyébként, vagy szerezni, hogy mobokat töltök. Tehát folyamatosan ödítek a mobokat, és akkor mindig kaptok egy-egy lelket. És akkor így kell összegyűjteni a többi világhoz, hogy el tudjátok élni. Minél nagyobb világban vagytok, annál több pénzt tudtok keresni. Tehát teljesen jól megéri. És itt az utolsó, ö, utolsó, utolsó előtti világ, ez itt a havas világ, Itt nyilván havas mobok vannak, leginkább. És hát itt a leges legutolsó, a nether világ, a pokol, és hát uh, itt már nagyon erős mobok vannak, tehát itt már tényleg olyan szett kell, hogy, hogy ne, ne hallják meg minden másodpercbe. Uh, itt őrzik is, tehát ezt lehet kibányászni például itt, és akkor itt ezeket őrzik is, tehát uh, azért kell azért ide szett, például pláne ide, tehát itt annyi van, és nagyon lassan bányászhatok, tehát ugye ezt a blokkot ugye tehát kell kell ide a szett. Ezen kívül egyébként van horgász 3 háromszor egy nap. Az most a pontos időket nem mondom el, mert lehet, hogy változni fog a jövőben. Azt nem akarok most itt hülyeséget mondani, de de napközben folyamatosan vannak horgász és akkor hát érdemes csatlakozni, mert nagyon jókat lehet ö, ö, szerezni, tudszokat. Ugye van itt a Mobaréna, hát ö, itt is jó, meg lehet szedni magadat kulcsokkal. Tehát ö, ehhez kell egy kupon, amit ö, ládákban tudtok szerezni, vagy ott a pontból, ugye pontot meg munkával tudtok szedni. És hát most már mutatom a spawnereket is, hogy ö, hogy milyenek vannak. Ugye az IG spawner a legjobb, Blaze, Creeper, Skeleton és Zombie, tehát ezek a, zombi ezek a spawnerek vannak, Na ide, és akkor mai nap fog megnyitni a szerver 16 óra, akkor várunk mindenkit, régi játékost is, új játékost is, tehát tényleg mindenkit várunk. Gyertek nyugodtan, az IP leírásban van, és a weboldalunk is, ahol lehet regisztrálni. Na, goodbye!